Nem lesz Covid 2022-ben. Magyarországon már a nyáron sem lesz. Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Covid osztályon nyilatkozott arról, hogy már biztosan nem lesz negyedik hullám, maximum csak néhány Covid eset azoknál, akik nem kapták meg az oltást. Nem tud egy olyan mutáció kialakulni, ami Magyarországon ismételt járványt okozzon, mert nagyon magas az átfertőzöttség, és nagyon magas az átoltottság is. Tüntetés szervez az Alkotmánybíróság elé a Mi Hazánk Mozgalom a Covid-oltások kötelezővé tétele ellen. A dolgozó emberek zsarolása a munkahelyük elvételével alkotmányellenes, ezért a tömeges alkotmányjogi panasz benyújtása érdekében közzé is tettük a párt jogi kabinetjének beadvány mintáit az érintettek számára a mihazánk.hu weboldalon. Az Alkotmánybíróság így megsemmisítheti a Covid-oltásokra kötelező kormányrendeleteket alaptörvényellenesség miatt, de nyomásgyakorlásként tüntetést is tartunk. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely szerint a vakcinák kötelezővé tétele helyett inkább az oltások valódi következményéről kellene beszélni. Mindenki maga dönthessen a sorsáról, ne diszkriminálják a másként gondolkodókat. Korrekt tájékoztatásra volna szükség. A kormányzat azonban immár titkosítja az oltások hatásfokát, nem tesznek közzé hivatalos statisztikát, de Gulyás Gergely egy októberi kormányinfón egyszer kérdésre elárulta, hogy a kórházban ápoltak 45%-a oltott, miközben teleplakátolták az országot azzal, hogy az oltás működik. És mintegy 55%-a, ha jól emlékszem, a kórházban lévőknek oltatlan. Aki a vírus kockázatától jobban fél, az magát beoltathatja, de bármilyen erőltetés vagy diszkrimináció elfogadhatatlan a Mi Hazánk mozgalom szerint. Több ezer egészségügyi dolgozót üldözött el a kormány az oltás kötelezővé tételével, most pedig az egész gazdaságot terhelnék egy ilyen intézkedéssel, a pedagógusok elbocsátását ráadásul tanév közben erőszakolva ki. Orbán Viktor még áprilisban is azzal utasította el az oltás kötelezővé tételét, hogy nem diktatúrában élünk, szabadságra van szükségünk. Az ellenzék egyik orvos szakértője, közgazdász szakértője azt mondta, hogy mit kell itt önkénteskedni, tessék kötelezővé tenni az oltást, és akkor meg lesz oldva a helyzet. Ez hogy tetszik önnek? Hát a tényszerű állítás igaz, de nem diktatúrában élünk. Tehát ez egy demokrácia. Sőt, ami ennél fontosabb, hogy ez egy szabad világ. A demokrácia az csak egy kormányzati forma, meg választás, ennél többre van szükségünk, szabadságra. Ezért szerintem Magyarországon a kötelező oltás a vírus ügyében, felnőttek esetében nem járható. Még szeptemberben is úgy nyilatkozott a kormányfő, hogy nem tudunk kötelező oltást elrendelni általánosan mindenkire nézve Magyarországon, ezt a magyar ember gyomra nem veszi be. Nos, most a magyar emberek megmutathatják, hogy ezt már tényleg nem tűrjük. A Covid-oltások kötelezővé tétele elleni tüntetésünk november 20-án szombaton 15 órától lesz az Alkotmánybíróság székháza előtt a Donáti utca 35 szám alatt. Felszólal Torockai László, a Mi Hazánk kormányfőjelöltje, Dúró Dóra országgyűlési képviselő, Szakács Árpád, az első Lovas István sajtódíjas újságíró publicista, akit a legjobb és legbátrabb jobboldali újságíró titulussal illetett maga Lovas István, Dr. Pócs Alpréd ortopéd sebész, aki a Magyar Orvosi Kamara Heves megyei elnöke volt 2010-től idén júliusig, amikor kritikus megnyilatkozásai miatt felfüggesztették kamarai tagságát, és Árendás Mónika egészségügyi szakdolgozó is szót kap tüntetésünkön. Nem tűrjük a zsarolást!